nyilvánvalóan kezelni kell. A másik oldalon viszont ott van egy nagyon egyszerű kérdés, amit ugye egy éve nem tisztáztunk, hogy látott ez a devizahitel devizát, vagy nem? Tudik, nagyon nem mindegy, ha ez a devizahitel nem látott devizát, és nagyon úgy néz ki, hogy nem látott, hanem csak devizához kötött, akkor először is megkérdezem, hogy mi ez az árfolyamrés, nem? Mi ez az ár? Ha mit jelent az, hogy országkockázat? És egy csomó dolog egyszerűen eltűnik, mert én azt látom, hogy a civil oldalon az, hogy itt ez a devizahitel nem látott devizát, ez szinte közhely, nem? Ugyanakkor nézzük meg a bankok érvelését, ők pedig úgy beszélnek erről, mintha ez devizahitel lenne. Úgy, én azt tapasztaltam, és ezek az érvelések, tehát az érvelésük olyan, minthogyha itt valós deviza lett volna egyébként a hitelek mögött.